Szeretsz úszni? Igen, nagyon szeretek úszni. Egy különleges híd a sportfilm, azt hiszem a sport és a kultúra között, ugye erről is szó volt ma Tusványoson itt 2022-ben. Először is kezdjük ott, hogy ön szerint mi a sportfilmnek a definíció, és általában ezeknek mi a célja? Nyilván egy sport tematikájú filmalkotás. Én nem így közelítettem a Katinka filmhez. Én egész egyszerűen egy történetet szerettem volna, hogyha elmesélünk, hogy most ez adott esetben egy sportolónőről, annak a sportsikereiről szól, az én szememben, mint filmes szemében ez másodlagos volt. Produceri szemmel mennyire volt kitaposott út egy ilyen filmbe belevágni? Milyen volt ennek a finanszírozását előteremteni? Én nekem egy komoly célom volt az, hogy egy olyan finanszírozású filmet készítsek és állítsak elő, ami megmutatja azt, hogy, és bizonyítja azt, hogy le kell számolni azzal a gondolattal, hogy a dokumentumfilm és ezen belül a sportfilm az egyenlő az olcsó filmmel. Ez egy drága műfaj, és ugyanolyan drága műfaj, mint játékfilmet készíteni. Ha csak végignézünk azokon a filmeken, ami külföldön készül, és egyébként a streaming szolgáltatóknak a műsorában szerepel, említhető itt ugye ez az amerikai hegymászós film, ezek horror pénzekből készülnek, egyébként olyan minőséget is állítanak elő. Ezt nem lehet fillérekből megtenni. A Katinka filmben csak a jogok, tehát csak a versenyeknek a lejátszásának és felhasználások joga több mint 100 millió forintba került. Ugye itt a beszélgetésben említette azt, hogy az élete egyik legnehezebb munkája volt. Nyilván itt a közös együttműködést is górcső alá tudnánk venni, de egyébként Katinkát hogyan sikerült rávenni erre a közös munkára? Nem volt egyszerű. Rengeteg beszélgetés, egy másfél éves beszélgetés sorozat volt a munka megkezdése előtt, illetőleg amíg végül is a Katinka rábólintott erre, hogy ez lesz, és akkor ebbe belemegy. Másfél éven keresztül alkudoztunk és gyúrtuk egymást, hogy milyen formában, hogyan, milyen feltételek mellett, milyen szakmai feltételek mellett hajlandó ebbe belemenni, illetőleg mi tudjuk vállalni az együttműködést. Ugye köztudott az, hogy a Covid Katinka felkészülésébe is közrejátszott, így a nyilván a film elkészültébe, és ez büdzsé szempontból ezt mennyire dobta meg? Hogy kell ezt elképzelni? Hát szerencsére ezt amikor kitört a Covid, akkor nagyon-nagyon aggódtunk és nagyon féltünk. Szerencsére ezt a menet közben tudtuk menedzselni. Elhúztuk a forgatást, nem olyan tempóban, nem olyan sűrűségben forgattuk, tartottuk a forgatási napokat, az utazások számát, tehát összességében nem léptük túl a büdzsét, nem kellett plusz támogatáshoz folyamodnunk. Milyen volt a közönség fogadtatás, és hogyan reagáltak erre a szereplők? A fogadtatás az minden várakozást felülmúlt, tehát úgy a szűk szakma, tehát a filmes szakma, mind az úszó szakma nagyon pozitívan fogadta a filmet, és a közönség is nagyon szerette. Én még egy nagyon komoly kört várok a televízió, illetve a streaming szolgáltatók műsorán a filmtől. Én maximálisan elégedett vagyok azzal, ahogy a Katinka film szerepel. Ugye dokumentumfilm mozi forgalmazásban azért messze nem átlagos, hogy szerepel, és azért ott is jó pár ezer néző megnézte a filmet. Ugye nem titkolt célja az, hogy egyfajta felütése legyen ennek a témának, ez az első film, ez a Katinka. A továbbiakban hogyan tudja azt elképzelni, hogy az ilyen típusú filmek meg tudnak itthon élni, hogy ne legyen egyfajta klisé, hogy mindig egy különleges történetet meséljünk el? Szerintem az nem is a különleges történet az, ami fontos, hanem ez egy példaértékű, az emberek számára élménynyújtó, a néző számára fontos, befogadható történet legyen. Én szerintem ez a mi feladatunk, mint filmesek. Még egyszer mondom, hogy ez sportolónő élete, tevékenysége, munkája kapcsán történik, az mellékes ebből a szempontból. Azért nem tudok elmenni a Shane téma mellett a Katinka film kapcsán, ugyanis itt a beszélgetésben is említették, ezt mennyire nehéz volt oldani, ezt az egész feszültséget. Katinka profizmusa megmaradt, vagy azért itt voltak eléggé erős érzelmi szálak, amik így a döntését befolyásolhatták? Azért ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Tehát egy új
remekül működő kapcsolatban kell szembesülni és szembesítenie saját magát és egyébként a környezetét a Shane történettel. A profizmusa és a megfontoltsága a Katinkának nagyon sokat segített. Nyilván, és ezt nyilván el kell mondani, ő neki volt a legnehezebb ezt az egészet kezelni, feldolgozni. Én úgy érzem, hogy mindenki számára, és elsősorban a film számára ez egy korrekt, tisztességes mondat született erről a kérdéskörről. Én bennem nincs hiányérzet ezzel kapcsolatban. Ön szerint egy sportról lehet csak igazán érdekes filmet készíteni, vagy magukról az edzőkről, és hogyha már itt tartunk, akkor mik a további célok? Nyilván egy edzőről is lehet, annál is inkább, mert én nekem ez a következő sporttémájú filmtervem. A magyar sporttörténet szerintem legnagyobb edzőzsenijéről szeretnék egy filmet csinálni, aki ugye a csapatát 3 egymás következő olimpián juttatta az olimpiai bajnoki címig, és ezen túl, mint ember is egy rendkívül színes és érdekes egyéniség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy példaértékű téma és emberi sorsnak a bemutatása.